Hamarosan véget ér a józsefvárosi Szent József templom belső felújítása. A szentély burkolata és az oltár elkészült. Az oldalsó kápolna és a sekrestye burkolata is befejezésre került. Itt jelenleg az oldalsó falakat tisztítják meg, melyekre egy falfestés is készül. A beázások és a födémszerkezet miatt csúszott a tervezett átadás, nem február végére, hanem húsvétra valósul meg. Bízunk benne, hogy lesz folytatás, mert azért, ha fölnézünk, látunk repedéseket, tehát a történetben azért lesz majd olyan rész és a dolognak, hogy valószínűleg bilincselni kell a templomot, illetve ami ehhez a programhoz még hozzá tartozik, az maga a világítás, illetve a hangosítás, amit külön kiemeltek magából a programból, mert maga a keret, a büdzsé, amire kapták pénzt, azon túlnyúlt, és erre külön kiírnak egy pályázatot, és erre külön pénz alapot hoztak létre, és az a reflektorok, illetve a hangostársnak és a elkészítése, ez várható még. Mihály Szantal atya azt reméli, miután minden elkészül, bíboros úr is megszenteli ezeket a részeket, melyek oly fontos tényezők az egyház közösség életében.